A kampányban átadták, majd 4 nap után újra bezárt a felújított Várkert bazár. Még hátra van a felújítás második szakasza, ezt mondta a munkáért felelős kormánybiztos. Mire valóban kész lesz, csődbe mennek, ezt mondják a felújítás miatt porban, zajban, járdahelyett fappallón közlekedő vendéglátásból élő vállalkozók. Mi is kíváncsiak voltunk, hogy tartható-e az új ígéret, miszerint augusztus 31-éig tényleg elkészül a műemléképület együttes. Korhű ruhákba öltözött táncosok, a kormánybiztos, a főpolgármester és szinte a teljes kormány felvonult április 3-án, hogy átadják a Várkert bazárt. A Várkert bazár felújításával egy majdnem 100 éves feladványt oldottunk meg. Íme! 4 napig tartott. A tapsoló nézők helyén ma földhalmok, a táncosokén faroslemezből készült őrbódé áll. A környéken folyamatos az építkezés, már ameddig a porfelhőben a szem ellát. A környékbeliek elhiszik, hogy gyönyörű lesz a végeredmény, mégsem boldogok. A Várkert bazárt látta? Nem. Amikor átadták a múltkor, nem. Mi ezt így nem követtük, mert pontosan tudtuk, hogy milyen állapotban van. Úgyhogy majd megnézzük, hogyha elkészül. A szálloda igazgatója már az átadó napján tudta, hogy ez a csoda csak pár napig tart. A szomszéd kávézó tulajdonosa is mégsem gondolta volna, hogy 2 hónap alatt ilyen bajban lesz. Én már ebbe csődbe mentem, tehát az... Igazából a kitartás az csak azért van bennem, mert azokkal az emberekkel, akikkel évek óta együtt dolgozom, azok felé azt gondolom, hogy így a tisztességesebb, hogy nem rakom ki a szűrüket az utcára. 6 éve működik itt ez a kávézó, de most akinek lenne is kedve bejönni az utcájába, sem biztos, hogy el tud jutni idáig a munkások kocsiaitól. Épp hogy el tudtam tolni mellettük az a biciklimet. Azon ott a biciklivel be fogok ide jutni, de körülményes volt a történet. Nagyon kevés vendég az, aki betalál. Igazából vannak törzsvendégek, akik kitartanak és minden áron bejönnek, de nem tudom, hogy mikor lesz vége. Minden nap érdeklődnek a kivitelező cég embereitől. Kifizetnek egy elég komoly összeget egy szállodai szobáért, és utána így érkeznek meg, és még szerencsére be tudnak jönni, mert van eset, amikor itt az utcán dolgoznak a markolókkal. Szerettük volna megtudni, hogy hol tartanak a Várkert bazár felújítási munkálatai, de forgatási engedélyt nem kaptunk. Azt mondták, hogy a felújítás végéig nem forgathatunk az újra lezárt területen. Interjút is kértünk El Simon László kormánybiztostól, de miután külföldön van, ma nem tudott a rendelkezésünkre állni. Az Együtt PM társelnöke szerint a Várkert bazár csak kirakat, amerről még azt sem döntötték el, hogy mire is szeretnék használni politikai célokon kívül. A parlamenti választás előtt átadták, és márványtáblába foglalták a nevüket, majd kiderült, hogy valójában még messze nincs kész ez a beruházás, és nyilván majd az önkormányzati választás előtt újra át fogják adni. Reméljük addigra már valóban elkészül. A környékbelieknek azt ígérik, hogy már augusztus 20-án innen fogja nézni fél Budapest a tűzijátékot.